akkor érvényes az a bölcsesség, hogy most kell szerénynek lenni, mert most van mire. Orbán Viktor idézet. Az mondjuk nagyot megy. Ez lettem, kettő volt a szuperszár, hely, megteltem, nekem sose járt a szám. Ide én új flót hoztam be. Új flót szerintem kicsit se hozott be. Emelem a poharam csirió, minden éjjel egy millió. Na jó. Hagyjuk. Lehet, hogy néha távolodunk egymástól is tovább. Szeretnénk lépni. Gáspár Laci from Ohio, what the f***? Fesdő, fesdő, gyertyaig. Egyéne saj, fekete szem, nézz rám félneműben. És tudom, sokszor bántottuk egymást. De fontos volt, hogy... Jó kis dobozhang. Kompresszornak a legnagyobb munkája van itt. Na ez nagyon fog... Ez... Fú, megnézhetjük. Jónak hangzik. Veszélyes lesz? Azt mondod? Lehet. Tényleg veszélyesnek néz ki. Jó kis oldtimer. Burai on the beat. Itt van az a kis dagad. Elkapja a hátekülős egy számot. Ez hogy nézett ki? Nem bírom. Ez a legjobb screenshotom. Holnap ez lesz a mood. Ohio Iron Man megérkezett. Geci, mint egy filmben. CGI az toppon van már most. Így megérkezni egy ilyen délhenis klipbe. Ezt nem lehet megunni, ember. Mi volt az elképzelés? Tényleg, nem értem. Burai nagyon elképzelt itt egy vibe-ot, amit nem nagyon tud ő kiénekelni, vagy átadni, mert itt... Hát ez nagyon nem volt jó. Dash vibe-ot ad? Igen, de az a baj, hogy ő az Aria szeretne lenni, és nem Dash. Megfogtad a másik végét annak a gondolatnak, ami a fejemben volt amúgy, igen. Pontosan. Hey geez, mindenki freeze, ha velem vagy a beach, please. Arra pepperoni mi vagyunk, te meg a tejbe gríz. Nincs itt dalszöveg. Jaki 728 mondja, Cardi B from Ohio. Cardi C. Pepperoni mi vagyunk, te meg a tejbe gríz. Ő a pepperoni. Nem tudom, hogy ezt mire érthette, de hogyha ő a pepperoni, akkor mi vagyunk a tejbe gríz. Bármit is jelentsen ez a hasonlat. Lattakint patog a seggem, boom. Hey pincé, kevés a kólán van a room. Neki van gyereke is, nem? Mit fog ő gondolni, amikor így felnő és visszanéz arra, hogy mit csinált az anyukája? Ja, ebben mis is van, b***, ezt nem is néztem. Jézusom, ember, hát mit lesznek még itt? Mennyi minden történt, amióta elkezdtük. Mindig vállaltam, hogy gyilkoltam, nem volt kesztyűz. Én még mindig nem értem, hogy amúgy hogy létezhet az, hogy a Mish az iPhone-jával veszi fel a zenéket, és elküldi a producernek, rábassz egy autótunt, és kész. Nem tudom, hogy az hogy csinálja, minden zenében ugyanolyan hangja van, és mindegyikben ugyanolyan szar, de zseni, amúgy. Ő nagyon jó, hogy eljutott erre a szintre amúgy. Neki nem kéne megszólalnia. Szerintem ő amúgy hozza a formáját a többiekhez képest sokkal inkább. Tehát én szerintem ő a legjobb ebbe. Ő úgy volt vele, hogy ő nem adja azt a tehetséget, ami benne van. Mi is az, ami nagyon tehetséges, csak nagyon ritkán adja ki magából, de hallgassuk a szöveget, hátha. Csak fogom az autótudomat, aranyatások, ennyi. Na, ez egy live session. Nézzük, milyen hangjuk van élőben, effektek nélkül. Amúgy ezzel ez jó lett. Legalább nem lettek oda a kósz a években, de van rajta autótun és rossz, amúgy. Legalább nem lettek oda a kósz a hében. Ilyen hangja. Megmenetelek fel a hegyre, soha nem hagyom a bal, még forra vére. Egy kicsit szétszor, egy kicsit kótyagos, szívemben vérfol, de azért jól vagyok. De bazeg, annyi ember van ott, nem tudták volna az annál a résznél csak kikapcsolni az autótunt, amikor éppen rappel. Tényleg egy gombnyomás az egész. Én is meg tudom csinálni. Kellemes estét mindenkinek. Köszönjük szépen, Hannover. Már nagyon kell húgyoznom engem a WC szólít, srácok, a természet. Nem a pénz. Itt vagyok. Csak hoztam spáros túrorudit. Nagyon finom. Halló! Ez jó lesz.
egyenlő felek a King Kong-gal amúgy. Agyileg. Ez kellett volna a TTS-be. GVM nyerne? Vagy a King Kong? Hoppá! Ez nem sikerült. Hát, egy hátsó kerekes kellett volna. Jó, de ez is manőverezik ám, hát... Ezt a másik autóval is meg lehetett volna csinálni, hogyha ugyanígy manőverezett volna, és nem egyenesen neki ment volna. Ez csalás. Az a kurva élet! Készen álltok a gazdag kontentre? Sziasztok srácok, én Marci vagyok, és üdvözöllek titeket itt egy újabb videóban. NFT and Crypto Investor. Jó hangzik. No copyrightos zenekajak? I don't think so. Videó esetleges egyezése valósággal a véletlen műve. Videó felhasználása írásbeli engedély nélkül tilos. Hú, bazzik srácok, én nem kértem engedélyt pedig. Hogy ezt most megnézhessem streambe. Most akkor mi lesz? Feljelent engem? De nem, mert megfenyegetem majd, hogy leszcreenshotolom az NFT-jét. Ez lesz az adóászom. Le fogom screenshotolni a szemüveges majmodat és eladom. Lesz nálunk egy új C8 Corvette, amit már nagyon-nagyon régóta szeretnék kipróbálni. Pont ma vezettem ennyit. Forzába. Belement ebbe a kriptofasságba is idegesítő lett. Én nem tudom, hogy ő mit csinált. Eddig. Miért ő mit csinált? Dubajba egyszer én is el akarok menni, de... Amúgy elég veszélyes hely. Cik egyenlőre. A hangja az meg... Ilyen jó. Ez aztán az autós content, csak a szelet hallom. But just one container alone is upwards of $5,000. Bruh. Zalo 819 mondja, elek menni. Ember, úristen, ott úszik a Dragon Dildom. Ott úszik. The Tesla Model X has rear Falcon Wings doors, which are not very visible from your side view mirrors. This driver made the mistake of backing out of her garage in a rush. Annyira egy kommentálja is. Ez ilyen full elektrobi content amúgy. De most lehet, hogy adtunk elektrobinak egy ötletet. Vagy a vicceleknek. Vagy magunknak. Nem akarod inkább ezt a videót kommentálni. Kommentáljam én. Üdvözlünk a Watch Mojo magyar csatornáján! Kérdeztem Instán Szandrát, azt mondta a reaction a te műfajod, meghagyja neked. Ez nem reakció. XDD. Az nem reakció, hogyha elmondod, hogy mi történik a videóban, sokkal jobb. You put your card first, and then it charges you whatever you select. When a machine glitched, a man not only was charged $280, but also didn't get a single drink. Gondolom úgy érzékelte a gép, hogy basztatják, és kifizettette a basztatás díját. Ez lehet, hogy rá van írva, hogy ha basztatod, akkor lecsargolja a kártyádat, vagy én nem tudom, hogy mi lehetett itt a probléma. $280 és még kólát se kapott. Never drop a fire extinguisher because there's a good chance you won't get it back. Valakit fejbe vág, annak vége. This man just casually became Zeus during a power lines voltage demonstration. Go and then just open your hand up and pull it a couple inches away. Be***ron láttam már ilyet, csak ez nem így végződött.